Sziasztok! A címben szereplő Gutenberg galaxis nem valami Z-kategóriás német science fiction film címe, hanem az emberi civilizációnak egy korszaka. Az, ami a könyvnyomtatás megjelenésétől egészen a mai napig is tart. És a könyvnyomtatás feltalálásai nem csak valami szimbolikus jelentőségű dolog, hanem ezt tette lehetővé később a tömegkommunikáció megjelenését. Az pedig, hogy ez mennyire átalakította a világnézetünket a 15. század óta, az szerintem nem kérdés. Magát a Gutenberg galaxis koncepciót még 1962-ben dobta be a köztudatban Marshall McLuhan kanadai filozófus. És akkor jöjjön ennek megfelelően egy filozófiai kérdés. Vajon leáldozóban van-e ez a korszak az egyre digitalizálódó világunkban? Nyilván nem. Érdemes belegondolni abba, hogy ami a könyveknek, illetve a nyomtatott sajtónak a nyomda, az a digitálisan tárolt adatoknak az adatközpont. Ma ebben az adásban ennek a dimenzióváltásnak a technológiai oldalát nézem meg. Mert hogy van egy olyan hely Magyarországon, ahol ez akár fizikailag is nyomon követhető. Itt vagyok éppen most. Ebben a Kozma utcai épületben működött korábban az Ateneum nyomda, ma pedig Magyarország legnagyobb biztonságú fokú adatközpontját üzemelteti itt az Invitek, akiknek egyébként köszönöm, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy ez a videó elkészülhessen. Bár adatközpontot tényleg szinte bárhol lehet építeni, nekem itt különösen tetszik az a fejlődési folytonosság, ami egy fizikai helyszínen valósul meg. Azok a nagy feszültségű vezetékek, amik például egykor a nyomdagépeket látták el, azok most a kismillió szervert szolgálják ki odabenn. Na igen, itt érdemes belegondolni abba, hogy bármilyen adat, amit a netről értek el, legyen az e-mail, podcast vagy akár kismacskás videó, az mind-mind áramot igényel. Ez az adatközpont itt önmagában annyi áramot fogyaszt, mint szeretett szülővárosomnak Debrecennek a közvilágítása. Nem, Debrecenben csak megszülettem, valójában semmi nem köt a városhoz. Oké, azt hiszem ideje bemenni. Persze ez nem lesz olyan egyszerű, tekintve, hogy ide nem lehet csak úgy az utcáról besétálni. Elég komoly biztonsági ellenőrzés van. Amint halljátok, elég nagy ide benne a hangzavar, tehát lehet, hogy nem is olyan nehéz elképzelni, hogy itt régen valóban nagy nyomdagépek dübörögtek. Persze ez most a szervereknek a hangja, vagy inkább a klímáké. Amikor készültem erre a videóra, nagyon gondolkodtam azon, hogy mégis mit lehetne ideben megmutatni, ami elég látványos lenne, hiszen azért valljuk be, itt a ledek villogásán kívül túl sok látványos dolog nem nagyon történik. Bár elég brutális belegondolni abba, hogy 1,2 millió led van itt szanaszét a gépeken, ez pedig körülbelül annyi, mint amit ehhez az ausztrál karácsonyi dekorációhoz használtak. Persze a ledeken túlmenően is nem minden szerver ugyanolyan kis szürke doboz. Nagyon sok múlik nyilván az ügyfél igényein is, hogy mekkora helyre van szüksége. Nyilvánvaló, hogy egy kis weboldalnak sokkal kisebb helyre van szüksége, mint mondjuk az Indexnek. Apropó, ha már az Index szóba jött, ha az Inda videón nézitek ezt a videót, akkor az ebből a teremből érkezik. A méreten kívül az is nagyon fontos szempont, hogy milyen biztonságban vannak azok az adatok. Nyomdai példával élve nem mindegy, hogy szórólapot, hivatalos nyomtatványokat, vagy mondjuk bankjegyet kell nyomtatni, és ezzel kapcsolatban mutatok nektek egy másik helyet. Ebben a teremben tárolják például a különböző pénzintézeteknek az adatait, itt van például az Erste Bank vagy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató is. Láthatjátok, hogy itt sokkal masszívabb biztonsági igényeknek kell megfelelni. Ezek a rácsok nem csak itt vannak jelen, hanem az álmennyezet fölött, illetve a padló alatt is le van velük határolva a tér. Szóval ide egyáltalán nem egyszerű bejutni. Persze nem csak akkor érhetnék fizikai károk az itt tárolt adatokat, ha valaki betörne ide, hanem például tűzesetekre is fel kell készülni. A védelem első vonala a korai reagálású füstérzékelő rendszer. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan mintát vesznek a levegőből, azokat elemzik, és ha csak a legkisebb égéstermékre utaló nyom is van, a szakemberek azonnal tudnak cselekedni. És ha ez sem lenne elég, akkor jut szerephez ez a rendszer. Itt végső soron csővezetékeken keresztül nitrogén-argon gázkeverékkel szorítják ki a termekből az oxigént. Nyilván a vízzel és a porral oltás szóba sem jöhet ezen a helyen, viszont ha most megszólalna a vészjelző, akkor azonnal el kéne hagynunk a termet. Szerencsére a rendszer bevetésére élesben még soha nem volt szükség, van azonban egy olyan tényező, ami reálisan gyakrabban előfordulhat és ugyanúgy jelentős károkat okozhat. Az áramkimaradás.
Éppen ezért az adatközpont saját dízelagregátorokkal is rendelkezik, amelyek segítenek áthidalni az esetleges áramkimaradást. Ezeknek a felállásához azonban egy kis időre van szükség, hogy ez alatt se legyen probléma, a rendszert hasonló szünetmentes tápokkal látják el, mint amit például otthon is használhatunk. Persze, amint látjátok, itt jóval nagyobb léptékben kell gondolkodni. Ha ezeknek az aksiknak a kapacitását bele tudnánk rakni valahogy egy BMW i3-asba, akkor Budapestről egyetlen töltéssel elmehetnénk Mexikóvárosig, Ázsián és a Bering-szoroson keresztül. Már persze, ha lenne híd a Bering-szoroson. Nem is kell olyan messzire utaznunk, maradjunk Magyarországon. Ez az adatközpont nyújtja a legnagyobb ellátási biztonságot, tehát megfelel az úgynevezett Tier 3-as minősítésnek. De ha a környező országokba is elmennénk, akkor is csak három ehhez hasonlót találnánk. Amiket eddig láttunk, ha más szinteken is, egy 20. századi nyomdában ugyanúgy előfordulhattak. Meg kellett nézni, hogy ki juthat a gépek közelébe, kerülni kellett az áramkimaradást, meg kellett előzni az esetleges tüzeket. Vannak azonban olyan szempontok is, amelyek 50 évvel ezelőtt fel sem vetődhettek. És talán ez az, ahol McLuhan elhíresült mondása, miszerint a médium maga az üzenet, akár még új értelmet is nyerhet. Míg a papírt nehéz lenne a rostok közül meghekkelni, addig a digitálisan tárolt adatoknál megkerülhetetlen kérdés a kiberbiztonság. Az ilyen támadások elleni védekezés itt a 30 főt foglalkoztató biztonsági műveleti központban, vagyis a Security Operations Centerben történik, méghozzá a nap 24 órájában, az év 365 napján. Oké, szökőéveken 366 napján. És erre szükség is van, hiszen az elmúlt években soha nem látott mértékben szaporodtak el a különböző kiberkártevők. Ez az, amivel annó egy nyomdának soha nem kellett megküzdenie. Kíváncsi is lennék, hogy hogy nézhetett volna ki annó mondjuk egy túlterheléses támadás. Csak úgy ömlik a nyomdafesték a papírra, vagy... Elég futurisztikus egy helyszín, de nagyon is a jelenben játszódik. Azokon a nagy monitorokon folyamatosan nyomon lehet követni a legfontosabb paramétereket, az adatforgalomtól a szerverközpontok fizikai szenzorainak adataig mindent. És amint látjátok, közben még tévézni is lehet. Nem. Ezeken a képernyőkön azért váltakoznak a nagyobb tévécsatornák adásai, mert így azonnal lehet látni, ha ott van valami szolgáltatás kimaradás. Ha pedig valamilyen probléma adódna, akkor az üvegfal túloldalán ülő IT szupercsapat gondoskodik arról, hogy ezt minél hamarabb elhárítsa. És mondjuk láthassátok ezt a videót is, feltéve persze, ha az Indán nézitek. Apropó, az Indexen bő fél évvel ezelőtt volt egy nagyon jó cikk erről a helyről, be fogom linkelni a videó alá, olvassátok el. Akkor most foglaljuk össze röviden az egészet. A könnyomtatás volt az, ami annak idején lerakta a tömegkommunikáció alapkövét, ami gyökeresen megváltoztatta azt, ahogy a világhoz viszonyulunk. Persze időközben megjelentek új és új platformok. A nyomtatott sajtó mellé például felkapaszkodott a rádió és a tévé is. Ez a fejlődés pedig a digitalizációval sem záródott le, csak új dimenziókba lépett. Ez pedig új kiaknázható lehetőségeket teremt, és persze olyan kihívásokat is állít elénk, amire megfelelő válaszokat kell adnunk. Az viszont biztos, hogy a Gutenberg galaxis, még ha más formában is, de a 21. században is folytatódik.